míg a Nemzeti Színházban kokárdát feltűző színésznőkön és az operett műfajában halhatatlanná tett Mária főhadnagyon kívül vajmi kevés képünk maradt a szabadságharc női szereplőiről. Szelíd szavú hősök, avagy Nők a forradalomban címmel adta elő ünnepi műsorát a Szabad Színház Vasvári Pál gimnáziumban működő utánpótlás csoportja. A darabot Munkácsi Mihálynak az a festménye ihlette meg, amit a Szent István Király Múzeumban is láthattak a székesfehérváriak, mondta el Nagy Judit, a Szabad Színház vezetője és a darab rendezője. Nem csak a 21. századba került témaként elő, hogy milyen feladata volt a nőknek a forradalomban, illetve derült az ki, hogy többen is huszárruhát húztak magukra, beálltak a seregbe és harcoltak, hanem már abban az időben is, például Munkácsinak volt egy inspirációja, hogy ezekről a nőkről megemlékezzen. De nem azokról a hősökről, akik mondjuk számunkra ismertek, hanem azokról, akik otthon voltak, akik támogatták a férjeiket, akik rettegve várták, hogy milyen levelet hoz a posta, és közben tépést készítettek a sebesültek számára. Vagyis a Tépés csinálók című művet jelenítették meg egy élőkép formájában. Nagy Judit hozzátette, bár kevés idő volt a munkálatokra, szerencsére a diákok lelkesedése miatt hamar összeállt a produkció. Mint minden diákszínpadi előadás rohan munkában, hiszen a diákok is nagyon elfoglaltak, de nagyon lelkesek voltak a téma iránt elkötelezettek, aminek nagyon örültem, és már egyszer bemutattuk a diákok előtt, és nagyon remélem, hogy itt is egy érdekes színfoltja lesz a 2024-es ünnepnek, Munkácsi évfordulós évében. A nézőket a színjátszók a darab végén az ünnephez kapcsolódó kvízzel várták, ahol a helyesen válaszolók Vörösmarty csemegét nyerhettek, mivel Petőfi a fehérvári tartózkodása után Vörösmartyhoz utazott először, neki mutatta meg elsőként műveit.